Nagyon sok az új ismeretlen, új autó, új navigátor, új gumi,
nem is aludtam tőle, nyugodtan megmondom őszintén. Nagyon jól érzem magam. Itt a végén mondjuk már most picit elkenődtem, mert próbáltunk itt taktikázni az utolsó gyorson, hogy holnap nem itt takarítsunk, és a cél előtt nagyon meglassítottuk egy ilyen 3-4 másodpercre, hogy hát, ha Frici beelőz minket, és majd mögötte tudunk holnap rajtolni, hogy ne kell ezt az apró szemcséket takarítanunk, ugye? És Fricinek volt egy műszaki gondja, úgyhogy nem ment ott. Itt elvesztegettük az időt, de viszont maradtunk ugye ugyanúgy elő. Szerintem elég jó a tempónk, és ugye nem mellesleg, én aszfalton azért még mindig azt érzem, hogy jobban érzem magam, de már kezdem úgy érzem a múlvát is belakni.
Nagyon sokat készültünk, a csapat nagyon sokat dolgozott az autón, még az elmúlt héten is. Tehát nem volt egyszerű, egyáltalán idáig eljutottunk, de nagyon-nagyon jól beállított, nagyon jól felkészített kocsit kaptunk a srácoktól. A pályabejárásunk nem volt problémamentes, kicsit szkeptikusak voltunk így a Janekkal a felkészülés kapcsán, meg hát majdnem 5 éve mentem R5-össel OB-n. Úgyhogy elég rég volt, és pont az első napra hegyeztük magunkat, de ott egy rossz rajtpozíciót kaptunk, takarítottunk, de annyira nagy hátrány nem lett belőle, mint ahogy egyébként gondoltuk volna. Ma pedig jó rajtpozíciónk volt, iszonyatosan jó itinert írtunk, és nagyon-nagyon jó volt az összhang a Janekkal, úgyhogy adta magát az egész, és hál' Isten nem volt technikai gondunk, defektünk, úgyhogy nagyon-nagyon szuper volt, boldogok vagyunk.